Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Október 2-án egy nagyon fontos kérdésben nyilváníthatnak véleményt a magyar állampolgárok. Nevezetesen abban, hogy kívánjuk-e mi magyarok, hogy az országgyűlés hozzájárulása nélkül az Európai Unió egyoldalú döntés alapján külföldi állampolgárokat telepítsenek le hazánkban. Ezt szokták röviden kvóta referendumnak hívni, kötelező kvótákról beszélünk. És hát azt gondolom, hogy nem is szükséges túlzottan magyaráznom, hogy miért nem szeretnénk, hogy ez így történjen, hiszen Magyarország egy keresztény hagyományokkal rendelkező ország, megvan a saját kultúránk, népszokásaink, hagyományaink, és mi szeretnénk, hogyha legalábbis kulturális szempontból Magyarország az elkövetkezendő több száz évben is változatlan maradna. Ugyanakkor nincs egységes megítélés a tekintetben, hogy most van-e kötelező kvóta, vagy nincsen. Tulajdonképpen három álláspontot lehet kiszűrni a különböző megnyilatkozások közül. Vannak, akik azt mondják, hogy soha nem is volt ilyen előírása az Európai Unión belül. Megint mások azt mondják, hogy igen, volt kötelező jellegű kvóta, de most már ezen az idő túlhaladt, és tulajdonképpen erre már nem is lesz semmilyen szükség. Ez legutóbb pont a pozsonyi csúcson hangzott el több külföldi vezető szájából. Ez van a harmadik vélemény, amelyet én magam is osztok, mégpedig az, hogy nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy bizony az Európai Unió belügyminiszterei szintjén van egy olyan döntés, amely előírja ezt a kvótát. Pontosabban nem kvóta szót használnak, hanem elosztást, de én azt gondolom, hogy ebből a szempontból mindegy, hogy most minek nevezzük ezt a határozatot elosztásnak vagy kvótának. A lényeg az, hogy külföldi állampolgároknak a betelepítéséről van szó. Éppen ezért mind jó maga, mind pedig a Jobbik arra buzdítjuk a választópolgárokat, hogy október 2-án éljenek demokratikus jogaikkal, és menjenek el szavazni, és szavazzanak nemmel erre a fajta kötelező betelepítése, mert bár lehet azon vitatkozni, hogy most valóban van-e ilyen jogi értelemben ilyen kötelező leírás, de jobb félni, mint megijedni. Azt gondolom, hogy ha a legkisebb esély is van arra, hogy ilyen dolog bekövetkezzen, akkor nekünk el kell utasítani azt, hiszen nem szeretnénk, hogy külföldi állampolgárokat az országgyűlés beleegyezése nélkül letelepítsenek Magyarországon. Ez a dolog egyik része, ugyanakkor azt sem hallgathatjuk el, hogy az Orbán kormány az elmúlt másfél évben egészen csúcsra járatta ezt az egész témát, hiszen a mi megítélésünk szerint egy sikertelen kormányzás elől a menekült kérdésben menekült az Orbán kormány. Az egész kormányzati kommunikáció az elmúlt másfél évben erről szól. A Jobbik volt ugyanakkor az első, aki a népszavazást javasolta, de mivel ezt akkor az Orbán kormány még nem osztotta ezt az álláspontunkat, azóta az idő már túlhaladta ezt a kérdést, és mi sokkal szerencsésebbnek tartanánk azt, hogyha nem népszavazás útján dőlne ez a kérdés, hanem egy biztosabb és olcsóbb megoldást választanánk, nevezetesen az alaptörvényt módosítanánk ennek megfelelően. Mi úgy gondoljuk, hogy a legutóbbi közvélemény kutatások figyelembe véve sajnos elég jó esély van arra, hogy érvénytelen lesz a népszavazás, ami azt jelenti, hogy nem fog elmenni a szavazópolgárok 50+1%-a, vagyis bocsánat, a választási jogosultaknak a 50+1%-a, 4,2 millió emberről beszélünk, tehát egy igen nagy szám, és hát sajnos, ahogy nézegetem a közvélemény kutatásokat, megvan erre az esély. Mi azért drukkolunk és azért szorítunk, hogy meglegyen, és mi magunk is előtt buzítunk. Ugyanakkor, ha mégsem lesz meg ez a szükséges többség, akkor le kell vonni azt a konzekvenciát, hogy sajnos a miniszterelnök úr hazárd játékosként egy olyan csatába vitte vele a magyarságot, amely az elkövetkező 15 év egyik legfontosabb kérdésében zajlik, és ha ebben vereséget szenvedünk, annak nagyon komoly, szinte beláthatatlan jelentőségű külpolitikai következményei lesznek, hiszen onnantól kezdve, hogyha nem érvényes a népszavazás, Brüsszelnek egy adóházt adunk a kezébe, onnantól kezdve nyugodtan mondhatják azt, hogy jogi értelemben legalábbis a magyarok nem utasították el a betelepítési kvótát. Éppen ezért mi hangsúlyosan tényleg arra kérünk mindenkit, hogy menjen el, éljen a szavazati jogával, de emellett aggodalmunknak adunk hangot, és amennyiben nem lesz érvényes ez a népszavazás, akkor mi úgy gondoljuk, hogy a miniszterelnök úrnak le kell vonni a szükséges politikai következményeket, adott esetben a lemondása is szóba jöhet, hiszen ahogy az előbb is említettem, egy olyan fontos kérdésről van szó, amelyben a döntés az nagyban meghatározza az elkövetkezendő évtizedek magyar politikáját és a magyarság jövőjét. Éppen ezért
mindenképpen szükséges, hogy ez megfelelő komolyságú és megfelelő konzekvenciák levonásával járjon, hogyha ez így történik.